kerékpárosok és autósok is legtöbbször hosszasan várakoznak ebben a kereszteződésben. Minden az Zsófrény utcán nem lehet kifordulni, hogyha Radi tér felől vagy Körmen felől van forgalom. Ráadásul több dologra is figyelni kell itt a közlekedőknek. A baleset veszélyes helyzeteket is segíthet elkerülni a hamarosan megépülő körforgalom. Délután a munkaidő végeztével nagyon nehéz kifordulni, főleg balra vagy egyenesen. Feltoródik a forgalom, rettentően nehéz átjutni a kereszteződésen, mindenképp jól fog jönni, gyorsítani fogja a közlekedést. Ezek a kavicskupacok a munkálatok kezdetét jelzik. Hétvégén a vízszolgáltató csatorna rekonstrukciót végez itt. Utána kezdődhet az átépítés, ami várhatóan november végére fejeződik be. A körforgalom kialakítására 95 millió forintot fordítanak az integrált városfejlesztési stratégia második ütemének 420 millió forintos keretéből. A terület rendezésére további tervek is vannak. Már a projekt elején az önkormányzatnak, illetve az evangélikus egyháznak szándékában állt, hogy itt az egész körforgalmi csomópont egy térré alakuljon át, tehát egy teresítést szeretne az önkormányzat, illetve az egyháza jövőben elvégezni, és erre úgy néz ki, hogy most a forrás is rendelkezésre áll. A városrehabilitációs program eleme a Dózsa-György Esze Tamás utca kereszteződésénél és az egyetemnél található gyalogos átkelők biztonságosabbá tétele is.